Novemberben úgy tűnik, hogy játékkiadók inkább a minőségre mennek rá, és nem pedig a mennyiségre. Tényleg hihetetlen jó címeket hoz nekünk a november, és amikor ezt nézzétek, akkor ugye benne is vagyunk már egy kicsit a hónapban. Úgyhogy nézzük meg, hogy szerintünk mik lesznek a legfontosabb novemberi játék megjelenések. Tegnap jelent meg az általunk is többször hírbe hozott Sonic Frontiers című játék, amiről hát ugye az egyik legérdekesebb, amit nektek is elmondtunk, hogy egy rendkívül rendhagyó Sonic játékról van szó. Viszont ami külön érdekes, hogy a készítők azok nem átallották azt mondani, hogy ez lesz az egyik legnagyobb, legfontosabb játék. Úgyhogy egy kicsit azért ez így a Ragnarök mellett, amiről mindjárt majd beszélünk, mint szerintem a legfontosabb játék talán az egész évben, de novemberben biztos. Ez emellett egy kicsit erős vállalás. Meglátjuk, hogy milyen lesz, csak tényleg ezt tudom mondani. Tegnap megjelent, úgyhogy rövidesen kipróbáljuk. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still I follow. És hát természetesen, ahogy az előbb már említettem, a legfontosabb játék novemberben a God of War Ragnarök, amit hát tényleg úgy várunk, mint a messiást. Az egyetlen félelme az embernek nyilván csak az, hogy az előző részre annyira fantasztikus volt, hogy vajon sikerül-e esetleg ugyanolyan szintet hozni, vagy akár túl is szárnyalni, mert már tényleg lehetetlen, szintén tökéletes játék volt a God of War előző része, úgyhogy nagyon sokat várunk ettől a játéktól. Iszonyat elborult ötlet volt annak idején a Goat Simulator, amit szándékosan egy kicsit ilyen félkész, egy ilyen igazi brahi játék volt tulajdonképpen. Sokan értem, itt nem látták, viszont imádták a streamerek is, a youtuberek is, mindenki, és rengetegen játszottak vele, megnézték a különféle ökörködéseket. Na hát most november 17-én megjelenik a Goat Simulator 3, és esetleg ha most azt hiszi valaki, hogy kihagytunk valamit, és a második részről nem számoltunk be, akkor nincsen igaza, ugyanis nem is jelent meg a második rész, rögtön egy olcsó ponnyal indult a Goat Simulator 3, nevezetesen, hogy átugrotta a második számozást. Úgyhogy aki szeretne egy kecskével ökörködni akár a barátával együtt, az megteheti november 17-től. A Dark Pictures Anthology november 18-án zárja első évadát, és ennek a résznek az lesz a címe, hogy a Devil in Me. Könnyen lehet, hogy ez lesz az antológia legjobb része, és csak az vágjon bele, aki tényleg bír idegekkel a mindenféle érdekveszítő és izgalmas jelenteket, és hát a szokásos Supermassive hangulatot pedig reméljük, hogy megkapjuk. Nyilván a Supermassive-nak is a különböző történetei ilyet van, amelyik egy picit gyengébb esik, vagy valamelyik jobbra, de reménykedjünk, hogy egy ilyen Anthology sorozat utolsó része az mindenképpen fent végez ezen a ranglistán. Úgy tűnik, hogy a World of Warcraftnak se lesz sose vége. Én tényleg azt hittem már pár kiegészítővel ezelőtt, hogy ez a történet az nagyjából véget fog érni, és aztán majd szépen lecsorog a játékos szám, de úgy tűnik, hogy nem így van. Ugyanis Dragonflight címen november 28-án érkezik a legújabb kiegészítő. Ebben, ahogy ki lehet találni egyébként a címből is, a Sárkányok szigetére utazhatunk. A szintkorlát 70-re emelkedik, átdolgozzák a felhasználói felületet és a talentrendszert, illetve bemutatkozik egy új faj, a Drektír, ha jól ejtettem ki, saját meglovagolható és ízlésünkre szabható sárkány is lehet, ami önmagában elég menő dolog. Hát azért remélem, hogy ennyi újdonság mellett a Dragonflight-ban a történet is azért tovább folytatódik, hiszen talán régen, a szép időkben az volt a Blizzard egyik legjobb része, amikor ezeket a gyönyörű átvezetőket láthattuk, meg a csavarok kiderültek a történetben, úgyhogy Dragonflight, aki még mindig játszik vele, az valószínűleg imádja, hogy újabb karaktereket indíthat. A Warhammer 40.000 rajongóknak és a Vermintide rajongóinak is jó hírünk van. Az egy rendkívül aranyos kis, hát ilyen félig meddig indie játék volt, azért nyilván nem két ember fejlesztette, de nem is volt egy ilyen top kategóriás játék. És ezeknek, a készítőknek jön az új játéka most, ami nem más, mint a Dark Tide, amely november 30-án jelenik meg, egyelőre még csak PC-re. A kooperatív része az rendkívül vonzó, mert imádom a kooperatív játékokat, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Nem vagyok egy nagy Warhammer 40.000 szakértő, de reméljük, hogy ki fogja elégíteni a rajongóknak minden elvárását. Természetesen nem fért bele az összes novemberi játék megjelenés ebbe a kis blogba, de a szokásosan nézzetek meg az előzeteseket arról, hogy mik fognak megjelenni, és választhatok ki azt, amelyiket a legjobban várjátok.